Az ügyben 2022. augusztus 5-én emelt vádat a Jászhegykun Szolnok vármegyei, akkori nevén Jászhegykun Szolnok megyei főügyészség. A szolnoki törvényszék előkészítő ülést, majd 3 tárgyalást tartott, és az utolsón ítéletet hozott. Bűnös, emberölés büntetében BTK 160 szakasz 1-bekezdés, 2-bekezdés D pont. Ezért a törvényszék a vádottat 14 év szabadságvesztésre és 10 évre a közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztést börtönben rendeli végrehajtani. A vádlott feltételes szabadság nem bocsátható. A döntést a vádlott tudomásul vette. Az ügyészség és a vádlott védője azonban 3 munkanapot tartott fent annak eldöntésére, hogy kíván-e fellebbezni a döntéssel szemben. A mai napon a szolnoki törvényszék egy súlyos bűncselekményben hozott súlyos ítéletet. A védelem ért a törvény adta lehetőséggel, és a fellebbezésre 3 nap gondolkozási időt kért.